Egészség, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban igazából én építettem egy széfet, de Dani is épített elvileg egy széfet, csak hogy én erről úgymond nem kéne, hogy tudjak. Szóval, igazából én először most megmutatom a sajátomat, hogy majd megnézzük, hogy milyen gagyi széfet épített Dani, és ugye most tetszik ez a videó, akkor dobjátok egy lájkot, amíg 3-ig számolok, és ezzel is bizonyítjátok, hogy nekem drukkoltok, hogy és hát az enyém, az én széfem jobb. Szóval, 1, 2, 3, és ugye most megnyomtátok, akkor igazából az enyémnek szurkoltok. Na, itt van ez. Kis széfje, kombináció, 2 kombináció. Itt mindenki azt hinné, hogy itt, ugye itt karokat kell lehúzni, és Jézusom, de védett. De amúgy, hogyha megnézzük igaziból, akkor itt bent nincsen semmi. Főleg, hogyha kirakod a kombinációt, akkor se történik semmi. És ez azért okos, mert hogyha itt elmegyek, esetleg mit tudom, megnézi, hátul ki van-e nyitva, nem, mert amúgy itt is bedrog mindenhol, alul is. De, hogyha ezt itt kiütöd, akkor itt le tudsz menni. Itt még van ilyen hülye föld, és hogyha itt átvergődted magad ezeken a videórózsákon, akkor itt van az isteni hús szép. Ha tetszik nektek, akkor iratkozzatok fel. Szerencsére most nekem a videórózsák miatt nem kell annyira aggódnom, de ja, ez így nagyon menő. Remélem nem látja Dani ezt a videót, mert akkor lehet, hogy lebukok, és lehet, hogy elveszi. Na, mindegy. Majd nem tudom. Majd szólok neki, hogy mindig ott leszek mellette, az, hogy ne nézze, ne. Dani háza. Jó? Oké, mondítom, várjatok. Hozok ilyet. Jó? Így. Kreatívba vagyok, de meg valakit hallottam. Ez lenne az. Nem. Hello? Jó, semmit nem akarok csinálni, én csak Dani kutyája vagyok. Nincs itt a húsom. Jó, ez így érdekes. Ott az. Jó, akkor maradjunk csend. Most komolyan ilyen láthatatlan fal. Dani széfje. Tehát konkrét egy ilyen láthatatlan fal védi, meg egy kő. Na jó. Ez nagyon gagy. Értem, hogy nem lehet kiütni, de bocsi, most kiütöm a táblát. És van benne 10 diamant, jó, nem veszem el. De visszaépítem neki a láthatatlan falat. Biztosággal segítségével szerezte meg. Na mindegy, ez így érdekes volt. Esetleg lehet, hogy megnézem, hogy Black házában van-e valami. Jó, oké, hát ez annyira nem volt így. Amúgy ezekben itt van valami. Na mindegy. Ez mi? Szellő. Várjunk csak! Dani nem lehet ennyire buta, hogy ilyen látható helyre teszi a széfét. Amúgy ebben is vannak ilyen jó cuccok, de nem erre gondolok. Hanem arra, hogy biztos, hogy nem az az igazi szép. Ő is nagyon okos. Tudja, hogy valahol máshol rejtett el. Na várjatok. Kemencében? Nem. Jó, most már nem érek, hogy alszanak. Aludjanak nyugodtan. Itt hogy lehetne átmenni? Nem akarom azt kitörni. Várjunk. Ja, hát igen! Jó, szerintem megtaláltuk, amit akartunk. Oké? Okay. Így. És innen hogy lehet kimenni, ugyanígy? Jó, oké. Ezek itt mik? Ezek itt ilyen asztalok. Van itt egy zenelejátszó, jó, gyorsan elteszem. Ja, az ilyet azt még megtartom, mert az még jól jöhet. Ebben mi van? Semmi. És jó, itt egy ilyen, nem tudom, ez a lépcső hátulja, oda se rakott semmit le, ahogy látom, de aztán lehet csak ilyen láthatatlan cucc. Jó, ilyen baba cucc, ez olyan, mint az isteni gyerekje, ez pont az. Ja, ez azt hiszem az, hát van belőle egy pár azért. Jó, láda, nincs benne semmi, sütő, ennyi lenne. De ez csak egy szimpla pinca akar lenni, és én gondoltam túl. Mindegy, írjátok le kommentbe, hogy szerintetek én gondoltam túl, és ez nem a széfje, vagy itt tényleg van valami, mert ez így nem normális. Mi van, hogyha itt átás? Jó, ez tényleg a lépcső. Jó, oké. Ott láttam még valami lejárat, azt nézzük meg, aztán nem tudom. Jó, így. Megint ilyen asztalok vannak, érdekes. Jó, várjátok, rakok fákját, mert semmit nem látok. Jó, így.
itt se látok semmi, de ez így nem lehet. Az lenne a széfje, ez most komoly. Várjatok. Ezeken az asztalokon fel lehet menni? Na várjatok. Gyors, letesztelem. Ezeken... Ez úgy működik, mint a létre. Akkor ott fel lehet menni, akkor az valahova vezet. Aha. What? Mi? Üssük ki a köveket. Ez itt egy ilyen gyémánt bánya cucc. És erről nekem miért nem szólt? Én is szeretek bányászni. What? Ez hogy? Ez valamilyen mega giga bánya. És ne hogy jutok le ki, kell ütni, vagy mi? Nem tudom. Na mindegy. Mivel nem szólt, ezért egy picit megtrókodjuk, mint hát mindig. És hát ezt úgy fogjuk megcsinálni, hogy szépen berobbantjuk. Nincs. Mondjuk úgyis vannak itt resztonfakek, valami dinamit itt volt szerintem. De Dani nem tudott róla. Halló? Hát el fog robbanni. Ez itt kirobbantotta a fővilágot, jó, azt is robbantjuk fel. Ezt így gyors visszatömöm. És kreatívba vagyok. Ajaj. Jó, oké, menjünk le. Hogy kell? Kiütöm. Ja, így. Ennyi. Itt lehet még lejjebb menni? Nem. Jó, oké. Hát ennyit a gyémánt bányának. Sőt, tudod mit, Dani? Mivel ezt az egészet nem mondtad el, nekem kellett megint kinyomoznom, hogy te itt csinálsz bármit is. Ezért az egész felrobban. Aha. Easy. Írjátok le kommentbe, hogyha szerintetek igazam van. Na, gyorsan futás! Oké. Nincs itt senki. Így. Oké. Hogy gyorsan elássok. És szerintem én futok. Ez mi? Jó, oké. Tim-tidim, semmit nem csinálok, jaj. Esetleg lenne kamera. Jó, gyorsan bemenekülök Black házába. Remélem nincs itthon. Jó, ide a telnek, ez tökéletes. Jó, így ide beépítem magam. Na akkor ez a videó ennyi is lett volna. Menjetek már innen telnek! Hagyjatok már békén! Hogy itt? Nem a tiétek! Menjetek már innen! Jó, szóval ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, újra sikerült megtalálni Danit. És én kis voltam, ők meg a tehenek. És szerintem mostantól itt kell élnem, különben Dani nem tudom, nem ad majd húst. Na, de én kis voltam! Sziasztok!